Hát ennek az előzménye több hónapra gyúlik vissza, ami ide jutottunk. Ez az örömteli eseményük, hogy most már arról beszéltünk, hogy négy számot kell toboroznunk. Több hónappal ezelőtt jelent meg nálunk a Raiffeisen Bank, és több fordulós tárgyalás után, ami nagyon intenzív tárgyalások voltak, és főleg a Nyíregyháza városával karöltve, én úgy gondolom, hogy egy nagy sikernek lehetünk a tanúi. A Raiffeisen Bank elsőként a bankok közül ide hozta az első blokkot, a call centerének a megvalósítását Nyíregyháza városába. Itt tulajdonképpen azért óriási jelentőségű ez a döntés, mert a Nyíregyháza városában főleg az a munkaerő kerendő, aki szakképzettséggel rendelkező, de szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, vagy betanított munkás nagy tömegben. Itt viszont teljesen új szegmens, tehát új fajta emberekre lenne szükség, amiből van a nyíregyházi és a szabolcsi munkaerőpiacon. Szellemi munkakörről van szó, iskolai végzettség az közép vagy felsőfokú iskolai végzettségű, és kvalifikált munkaerőről, és egy ilyen első lépcsőben egy call center-es tevékenységről. A bejelentés megtörtént, most ez is egy óriási dolog, most kezdődik a munka oroszlán része, így fogalmaztam a sajtótájékoztatón is, amikor most abban a szakaszban lépünk, amikor meg kell valósítani ezeket az ígért vállalásainkat. A munkahelyi központnak ebben kulcs szerepe lesz, szorosan egyeztetünk természetesen a Raiffeisen Bankkal. A holnapi nap folyamán lesz egy széleskörű egyeztetésünk, 13-an jönnek hozzánk, tehát közvetlenül felveszem a kapcsolatot az ő kontaktembereikkel, hogy a következő időszak folyamatait minél inkább és minél korrektebben tudjuk kezelni. A várossal is nagyon szorosan egyeztettünk, a polgármester úr mellett a polgármester asszony, aki operatívan ezzel meg van bízva, és hát reméljük minden jól fog sikerülni. Két ágon kezdtük el a szervezést. Az egyik, ami nagyon fontos dolog, az emberek kiválasztása, tehát a toborzása. És hát megmondom őszintén, mi is a saját rendszerünkből hívtunk be erre a hétre olyan 3-400 embert, de az, ami hétfő reggel várt a Nyíregyháza kirendeltségen a kollégáimat, az mindenképpen meglepő, és nagyon-nagyon pozitív élmény. Nagyon sokan jelentkeznek rá. Most már azt mondhatjuk el ilyen két nap távlatából, hogy kb. 1000 fő az, aki jelentkezett első körben, és érdeklődés mutat ezekre a képzésekre, illetve a foglalkoztatásra. A toborzás után történik majd a kiválasztás. Ugye itt maga a munkakör az arról szól, hogy 150 embernek a foglalkoztatása, ez részben ezében, részben pedig a következőjében, tehát szakaszos felvételről és munkabeállításról lenne szó, és most telefonos operátor, azaz call center munkatárs munkakörbe keresünk embereket. Itt a bemeneti feltétel, az nagyon fontos, hogy regisztrált álláskeresőnek kell, hogy legyen az illető, tehát ez abszolút fontos. Ezen kívül, hogy milyen kompetenciákkal kell rendelkezni, az is egy lényeges és meghatározó elem. Minimum középfokú végzettséggel kell rendelkezni, de hogyha az illető felsőfokú végzettséggel kell rendelkezik, az adott szakképzettségekben, tehát ami a legkvalifikáltabb, az a pénzügyi munkakör, a gazdasági munkakör, vagy szakképzettség, kommunikációs, tanári, kereskedelmi, az ilyen végzettségekkel rendelkezőket várjuk igazán, és nem árt, hogyha valakinek van idegen nyelv tudása, a létszámnak a 20%-ának egy kommunikációs szinten angol nyelvvizsgával kell rendelkezni, illetve angol tudással kell rendelkezni. Tehát ezeket az embereket várjuk igazán, és itt kor nem számít. Tehát az, hogy pályakezdő, vagy idősebb korú esetleg munkavállaló, ez nem számít. Most a toborzás után a kiválasztás. A kiválasztásának több szakasza lesz. Az első két szakaszt a nyíregyházi kirendeltség munkatársai végzik. Tehát miután leadták a jelentkezésüket, kapnak egy időpontot, csoportos tájékoztatón vesznek részt az illető kollégák, vagy illető érdeklődők, és ezen egy tesztet is töltenek ki, utána még a kollégáim személyesen is elbeszélgetnek velük, és ez lesz amit csak mi végzünk, tehát a kirendeltség. Összes toborzása
a nyíregyházi kirendeltség munkahelyi központon keresztül fog történni. Utána már ebbe bekapcsolódik a bank is. A következő két szakasz az már a bankkal együtt fogjuk a kiválasztást működtetni, és hát így fogunk oda eljutni, hogy reményeink szerint július közepére, végére meg lesz ez az első csapat, akivel neki lehet vágni a képzésnek. Párhuzamosan most folyik a képzésnek az előkészítése is, ez egy speciális képzés lesz. Nem egy OK-s képzés, hanem testre szabott akreditált képzésről beszélünk. Ennek az előkészítése folyamatban van, ezt meg kell pályáztatnunk, és a nyertes képzőszer fogja elvégezni ezt a képzést. Az reményem szerint a bank fogja kiválasztani, hogy kivel szeretné a képzéseket végrehajtani. Ezt augusztus 1-ig kell összeraknunk, és addig kell megbonyolítanunk, hogy a képzőszer meglegyen. Augusztus 1-től indul az első csapatnak a képzése, ami 4 hónapon keresztül fog tartani. 600 órás, tehát napi 8 órás képzésen fognak részt venni, nagyon intenzív képzésen fognak részt venni az illetők, akik mondom a szigorú kiválasztás után ebbe a körbe részt vehetnek. Ez a képzés ez részben Nyíregyházán, részben Budapesten fog történni. Modulokból fog állni, azt hiszem 7 vagy 8 modulból fog állni az összes képzési tananyag, így van összeszerkesztve, és minden modul után gyakorlati vizsgára Budapestre fognak elmenni az emberek. Ezeket mi fogjuk finanszírozni szintén, tehát a képzési költséget a munkahelyi központ finanszírozza, illetve ad hozzá szállásköltséget és úti költségtérítési támogatást is adunk a résztvevőknek. És ha sikeresen vizsgázott, akkor átmehet a következő blogba, ami szintén hasonló módon fog lezajlódni. Itt az utolsó hónapban, már november hónapban, már itt helyi szinten várhatóan elő lesz készítve majd az épület, át lesz megfelelőképpen alakítva, és itt a gyakorlati vizsgákat itt fogják majd megtenni. És ahogy sikeresen vesznek részt ezen a képzési programon, és utára indulhat várhatóan, ez év december 1-től indulhat a foglalkoztatás, szintén szakaszosan lesznek felvéve az emberek. A terv az, hogy jövő év közepére, második felére körülbelül az egész call center-i tevékenység beálljon, és egy működő rendszer jöhessen létre. Nagyon fontos, hogy most ez az úgynevezett első szakasza a programnak jól hajtódjon végre, és megfelelő színvonalon tudjuk elvégezni a kiválasztás, és megfelelő szintű embereket tudjunk oda toborozni erre a munkahelyre, ugyanis ennek a függvénye az, hogy a következő Raiffeisen-es bankos műveleti központok és a többi projektek ide jöhessenek, ugyanis ha ez sikeres az első projekt, akkor és a szándék megfogalmazódik, akkor a következő 2-3 vagy esetleg 4 évben még további 5-600 munkahely, tehát összesen 8-900 munkahely jöhet létre ebben a körben. Nyíregyházán, ami azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon fontos. Ezen dolgozunk munkatársaimmal közösen.